Köszöntöm nézőinket, Kerekasztal című műsorunkat látják, én Bence Péter vagyok, a vendégem pedig Süli János, a Paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter. Köszöntöm, miniszter úr, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszöntelek és köszöntöm a tévénézőket is. Június 30-án benyújtotta Paks 2 a létesítési engedélykérelmet. Pontosan mit tesz majd lehetővé ez az engedély? Hát ez az engedély lehetővé teszi, hogy amennyiben a hatóság elbírálja, bevonva ebbe 100 külföldi nemzetközi szakértőt is. Erre a rendelkezésre álló idő 12 plusz 3 hónap, akkor készhez fogjuk tudni kapni azt a létesítési engedélyt, ami alapján a főépület építési munkáit megkezdhetjük. Egy hatalmas dokumentumcsomagról beszélünk, 283 ezer oldal, hogyha jól tudom, hatalmas munka lehetett összeállítani. Igen, hát ugye akkor kérdezhetik a kedves nézők is, hogy az elmúlt időszak mivel telt, hogy telt azzal, hogy ezeket a dokumentációkat össze kellett állítani, ezeket le kellett ellenőrizni, több lépcső szűrőn átvinni, 4 minőségbiztosítási szinten esett át, és ugye az még csak egy kicsit fűszerezi a történetet, hogy egyrészt az alapvetően orosz nyelvű, anyanyelvűek a tervezők, hisz a Rosszatom tervezőgárdája végezte, az projekt nyelve az angol, és hogy a hatóságnak pedig magyarul kellett beadni. Tehát aki most elképzel ezt az oldalszám terjedelmet, nem kell teljes mértékben, mert mindent nem kellett, minden mellékletet lefordítani magyarra, de azért majd háromszor ennyi az a papírmennyiség, ami ha kinyomtattuk volna, ennyi kell hozzá. Egyébként maga a beadvány az 73 ezer oldal, tehát az egy kicsit kevesebb, csak ugye csatolni kell hozzá azokat a megalapozó számításokat, elemzéseket, ami majd bebizonyítja, hogy a beadványba ért a dolgok, azok megalapozottak. Ha a hatóság elfogadja a kérelmet, mi lesz a következő lépés? Hát, mint mondtam, az a következő lépés, hogy amikor birtokunkban van, akkor érvényes kiviteli tervek a rendelkezésre állnak, akkor elkezdhetjük magát az építkezést. Tehát azt elmondtam korábban, hogy a földmunkákkal kapcsolatos jogszabálymódosítást azt végrehajtottuk olyan mértékig, hogy brüsszeli bizottság is elfogadta. Ez lehetővé teszi, hogy amikor 6. 30-án beadtuk a műszaki terveket, az engedélykérelmet, a létesítési engedélykérelmet, akkor rá 3 hónapra a földmunkákra vonatkozó terveket beadjuk, akkor az 3 hónap múlva van engedélyünk, akkor elkezdhetjük azt a földmunkát leghamarabb jövő év januárba, ami szintén lehetővé teszi azt, hogy a munkagödör föltárásra kerüljön, a résfallal körbevegyük, tehát hogy a víztelenítését meg tudjuk oldani, illetve a talajt meg kell erősíteni, ez egy nagyon nagy súlyú épülete együttes lesz, hogy ne legyen talajsüllyedés, ezeket a munkákat is szeretnénk majd elvégezni, de ez még mind nem a épülettel kapcsolódó, hisz akkor kezdjük el hivatalosan az épületépítését, amikor az alaplemez előállítása, annak a tulajdonképpen egy nagyon fontos mérföldkő, az első beton beöntés az alaplemezbe, ez még odébb van, de mindezek a dolgok ezt teszik lehetővé, hogy el fogunk jutni ide is. Erre egyébként van nemzetközi példa, hogy előbb kezdik meg a földmunkát, mint mondjuk a létesítési engedélyt kiadnák? Régebben Magyarországon is a jogszabályok ezt lehetővé tették, ez általános szabály a világon mindenütt. Ugye mi most csak a finn példát idéztük, hogy mi rendelkezünk ugye engedélye környezetvédelmi telephelyével, és egyébként 456 kisebb engedéllyel. A finneknél csak környezetvédelmi engedély van, és már ők 3 éve készítik elő az épület alapjához tartozó területrendezést. Tehát ez nem egy eretnek gondolat, nem azt jelenti, hogy mi a jogszabály módosításával egyből földmunkát kezdhetünk, ugyanúgy be kell adni a terveket, el kell készíteni, ugyanúgy a hatóságnak ezt engedélyezni kell, és értelemszerűen még a szerződést is módosítanunk kell, azt is a brüsszeli bizottságnak jóvá kell hagyni, tehát ez egy ellenőrzött, kontrollált folyamat, és ebben a 6 hónapban pedig az a vitatott kérdés, hogy vajon jó helyre akarjuk-e a blokkot telepíteni,
az eldönthető. Ezt az egy kérdést kell eldönteni, hisz egyébként minden más részlet az az egyedi engedélybe szerepel, tehát ott van tisztázva, és azt gondoljuk, hogy ez a 6 hónap elegendő arra, hogy magát a blokk helyét, azt egyértelműen meghatározzuk. Ugye építkezés már most is zajlik, a felvonulási épületeken dolgoznak a szakemberek. Hol tart ez a folyamat? A felvonulási épületeknél ugye már ahhoz is szerződésmódosítást kellett végrehajtanunk, hisz az eredeti szerződésbe a felvonulási épületekre is az volt az elképzelés, hogy majd a létesítési engedélykérelem után kezdjük, de ezt megoldottuk. 18 február végén adtunk munkaterületet a orosz félnek arra, hogy 3 épületet tud építeni, 2 irodaépületet és 1 étkezőt, konyhát. Ez tulajdonképpen, mire kiviteli tervek, engedélyeket megszerezte, az 19 nyarán kezdődött el ez a 3 épület együttes építése. Most egy 4. épület, a Paks 2 irodaépület építése kezdődött el. Tehát minden irodaépület építését magyar alvállalkozók végzik, első 3-at azt a Kész Kft., a következőt, a 4-et, az pedig a győri építőipari cég végzi, tehát ezekkel haladunk. Másik 2 épületre szintén megkaptuk már szerelőcsarnokra az engedélyt, és további 20 épület előkészítése van, folyamatban engedélykérelem, összesen 118 épület vagy műtárgyat kell építeni, ebből 80 épület, és ezeket folyamatosan építjük. Paks 2-höz kapcsolódva ugye létrejött a Közép-Dunamenti kiemelt térség. Mit akar ez a kifejezés? Ugye 3 lehatárolt térség van, ez a törvény módosítása, van a balatoni, van a tokai és a Közép-Dunamenti térség. Ez 99 települést tartalmaz. Ebbe zömébe Tolna megyei 64 település, Bács-Kiskun megye és Fehér megyéből van település benne. Ez azt a célt szolgálja, hogy ugye Paks fejlesztése kapcsán egy, mint ahogy most is azért a térségnek egy meghatározó eleme, és nem szeretnénk, ha ezzel a meghatározó elemmel a leszakadást növelnénk a térség többi településein, hanem szeretnénk, ha föl tudnánk zárkóztatni Paks színvonalához közeli szintre, és ezért nemzetközi forrásokat, külön forrásokat és uniós támogatási forrásokat is ebbe a térségfejlesztésbe be tudunk vonni, csak ez a 99 település főzárkóztatása is kevesebb különbség fog Paks és a környező települések közt mutatkozni. Akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy teljesen más támogatási forma lesz, mint Paks 1 esetében, amit látunk? Teljesen. Ez egy nem alapítványi, nem, ugye a JETA is most működik, Jövünk Energia Térségfejlesztési Alapítvány, ebbe most is a minisztériumunk berakott még 500 millió forintot, hisz még a megalakulás folyamatában van a Közép-Dunamenti kiemelt térségfejlesztés, addig is ne legyünk forrás nélkül a települések, csak ebben nem 99, hanem a korábbi 47 település pályázhat a JETA-ba, de hosszú távon azt gondoljuk, hogy az igazi forrást azt ebből az uniós forrásokból tudjuk a térségbe bevonni, és akkor a térséget fejleszteni. Ugye a szkeptikusok részéről gyakorta hangoztatott gondolat, hogy nagyobb figyelmet kéne szentelni a megújuló energiákra. Ugyanakkor azt ők nem szokták túl hangsúlyozni, hogy a hazai energiamixben azért ezeknek bőven jut szerep. Hát a középtávú fejlesztési tervekben a megújulóknak igen jelentős szerepe van. Még ugye nagyon sok lépést kell tenni annak érdekében, hogy ezt hatékonyan tudjuk a rendszerbe beintegrálni. Az atomerő meg a megújulók nincsenek egymás ellen. Mi azt mondjuk, hogy karbonmentesen ez a két iparág tudja biztosítani azokat az előírásokat, amik meg környezetvédelmi megállapodások rögzítettek. Az atomerőmű azért versenyképesek, mert időjárástól függetlenül minden napszakban tudja biztosítani olcsón azt a villamos energiát, amire a fogyasztónak szüksége van. Példát szeretnék csak mondani, mert nem akarok senkivel vitatkozni, mi támogatjuk, létesüljenek,
de azt mondjuk, hogy azzal nem oldható meg. Jó kiegészítés, és az aránya is, hogy mi a naperőmű, mi a atomerőmű, és mi az egyéb szabályozó erőművek, ezt minden ország energiamixébe egyedileg, földrajzi adottságtól kezdve minden befolyásolja, és a szélkereket csak oda lehet telepíteni, a fúj a szél, a naperőmű parkot megint meg kell határozni, hogy éves benapozás mennyi, de december 5-én, 19. december 5-én volt Magyarország legnagyobb eddig mért villamosenergia felhasználása, 7105 megawatt volt ez a igény, ebből a délután fél ötkor borús, délután idő, télen már sötétedés, akkor 9 megawatt naperőmű kapacitás volt átrendelkezésre az 1200 beépített megawatt kapacitásból, a szélkerekek 300 megawatt kapacitásából 94 megawatt, tehát a 7105 megawattból 103 megawatt teljesítményt tudtak a megújulók. Mi azt mondjuk, igen, létesítsük, de a megújulókkal nem tudunk időjárástól függetlenül minden igényt kielégíteni, ezért az alaperőművet, ez pedig az atomerőmű, ezt csak így fogja a rendszer biztosítani a szolgáltatást. A hazai nukleáris szabályozás egyébként nemzetközi szinten mennyire számít szigorúnak? Hát ugye szigorúnak azt mondjuk, hogy mi magunk is egy kicsit jó beszigorítottuk magunkat. Szerintem nem véletlen az oldalszám is ennyi az engedélyezéssel kapcsolatban, de mi azt mondjuk, hogy inkább az elején legyünk szigorúak magunkkal, amíg javítható, mely dokumentáció kijavítható, egy engedélykérelem módosítható, mert ha később vesszük észre, és erre is van példa, olyan nemzetközi cégeknél, akikre nem lehet azt mondani, hogy nem építettek még soha, és ezek nem oroszok, hanem európai cégek, hogy megkezdték az építkezést, és menet közben derült ki, hogy mégse jók a dokumentációk, mégse voltak teljesen körültekintők, és ezek már az építés folyamatában nehezen javítható, korrigálható, akár csak Olkiótót említem, Finnországból 10 éves csúszás van, és még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog tudni elindulni a blokk. Tehát ennél mi azt képviseltük végig, és az orosz fél is egy ideig nem értette a mi aggályainkat, hogy nekünk olyan dokumentációt kell előállítani, ami biztos engedélyezhető lesz. Lehet, hogy vannak benne túlzott elvárások, ezt nem vitatom, de az engedély birtokában meg is tudjuk építeni, nem kell megállni az építkezés folyamatában, és utána pedig 60 évig ennek üzemeltethetőnek kell lenni minimum, mert én szerintem, ha jól csináljuk meg, akkor még az utódaink ezeknél a blokkoknál is fognak üzemidő hosszabbítást kezdeményezni. Korábban ugye több közmeghallgatást tartottak itthon is és külföldön is. Lesz ennek folytatása? Igen, az engedélyezési folyamat külföldön az Expo egyezmény alapján nem kell az a környezetvédelmi, de magát a létesítési engedélykérelemhez Magyarországon fogunk. Ennek megint a helyszíne az Paks lesz, de a közmeghallgatást megelőzően ugyanúgy a szorosabb kapcsolatban lévő 47 települést már most is tájékoztatni fogjuk a beadvánnyal kapcsolatos feladatok vagy tudnivalókról, és majd a közmeghallgatás előtt még egyszer minden települést tájékoztatni fogunk, és a közmeghallgatást Pakson tartjuk. Egyébként ha mindenki fog kapni a 47 településre a lakosság részéről egy kiadványt, továbbítunk, itt augusztus-szeptember hónapban ez meg fog érkezni, de egyébként a Paks 2 honlapján, ugye háromszor www.paks2.hu, ezen a honlapon letölthetők ezek a tájékoztatók, van fönt egy közel 100 oldalas műszaki összefoglaló, ami közérthető szinten próbáltuk meg elmagyarázni, hogy mit építünk, milyen műszaki, milyen biztonsági, milyen gazdaságossági kritériumokat fog kielégíteni az erőm. Ezek is olvashatók a honlapon. A magyar vállalkozásoknak egyébként mennyire sikerült felkészülniük a beruházásra? Hát itt úgy gondolom, hogy ugye ott van a példa, hogy a VHB-t elfelejtettem úgy mondani, hogy akkor melyik cég építi, tehát hogy csak győri cégként említettem, akik versenyben az orosz fél versenyeztet mindenkit, én szerintem folyamatában tudnak bekapcsolódni, és minden cég egyébként, akik
nemzetközi cégek is nyertek, mint a General Electric az Alstommal, azok is a magyar cégek vonásán keresztül. Ugyanígy ez a földmunkákat majd végző Bauer Hungária cég, ott a magyar alvállalkozókat, akik mélyépítésbe egyébbe benne vannak, bevonásra kerülnek. Mi a hazai betonipar, tehát folyamatosan tájékoztatunk, minden több fórumot tartottunk, ezután is lesz Pakson, a volt autószalomban napokon belül létrejön egy olyan tájékoztatási iroda, aki ha bárki beesik, akkor információval tudjuk ellátni, de a beruházás jellegéből adódóan minden munkát, kivéve térségfejlesztése kapcsolatos feladatokat, ezt az orosz fél versenyezteti meg, és a magyar a engedélyes a Paks 2, az pedig a minősítési eljárásába kapcsolódik be, és ha alkalmasnak tartja az orosz fél által kiválasztott vállalkozót, akkor dolgozhat az erőműbe, ha Paks 2 minőségbiztosítási szempontból nem tartja alkalmasnak, akkor nem tudja az orosz fél vele megkötni. De folyamatosan próbáljuk a vállalkozók. Nem egyszerű, nagyon nagy munkacsomagokról van szó, egyszerre több száz emberre, tehát itt jelentős vállalkozások. Mi a vállalkozókat mindig biztattuk, hogy egy laza szövetséget, klasztert kialakítva tudjanak integráltan megjelni, vagy közös orosz-magyar vállalat, vagy fehér orosz, tehát ezekbe pedig mi közvetítünk a magyar vállalkozók fele. Van egy államtitkárságunk, akinek részben ez a feladata, hogy a magyar beszállítást próbálja elősegíteni. Nem lehet megkerülni a pandémiás helyzetet. Változtatott ez valamin a munkavégzésben? A munkavégzésben annyit változtatott, hogy otthoni munkavégzésre állt át Paks 2-s. Ennek nagy szerencsénk volt, hogy az irányítás technikai rekonstrukciót, ami az irodai számítástechnikát tartalmazta, az pont februárban átálltunk egy új rendszerre. Mindenkinek hordozható asztali gépe lett, így tulajdonképpen a hón alá csapva a technikát otthonról tudta végezni a feladatait. Ez részben még azt is tudom mondani, hogy majdnem hatékonyság növekedéssel is tudott járni, hisz aki otthonról adott esetben nem csak az órát nézte, hanem azt, hogy a feladattal végezzen, hogy egy munkahelyen beérkeze, kiérkeze, az egy mérföldkő, otthon pedig az volt a tapasztalatunk, ezt meg is köszöntük a kollégáknak, hogy inkább az volt, hogy jusson végére egy feladatnak. Ez az orosz félnél is teljesülni tudott, a véleménycsere, tervek véleményezéséig meg tudott történni, nem kellett papírnak utazni, tehát mi a pandémiás járvány ellenére mindennel tudtunk haladni, ezért is lett vált valóság az, hogy akkor 6-a, 30-ával beadtuk a engedélykérelmet. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradt ide hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm a figyelmet, és legközelebb is élünk ezzel a lehetőséggel, kapunk meghívást. Nagyon szépen köszönjük. Nézőinek pedig azt köszönöm, hogy minket néztek az elmúlt nagyjából 25 percben, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra.